Sziasztok! Sok szeretettel köszöntelek titeket a csatornámon. Én Szénégető Rihárd vagyok. Kérlek, ha tetszett a videó, akkor a végén nyomjatok majd egy feliratkozást, akár csengőikonnal, illetve egy tetsziket, vagy kommenteljetek is. Köszönöm szépen, hogy itt vagytok, vágjunk bele! Csináltam egy olyan videót még valamikor tavaly, hogy kevésbé ismert hazai szerzők ajánlott művei, és ezt szeretném sorozattá bővíteni, úgyhogy csinálok most neki egy második részt, illetve reményeim szerint hamarosan egy harmadikat is. Rögtön egy régi adósságomat szeretném törleszteni, és a fiatalember már nagyon régen küldött nekem könyveket, hogy olvassam el, ő Stian Skáld, remélem jól mondom, és az Avalantia trilógia az, ami most már trilógia, hogy amikor először megkerest, akkor még csak kettő rész volt belőle. Az a helyzet, hogy ezek a könyvek valahogy megragadták a figyelmemet, és el is olvastam őket még akkor, amikor küldte az úriember, de hogy úgy valamiért, hogy az elveszett aranyváros keresése az első, nagyon tetszett a borítója. Tök jó volt, hogy úgy benne volt valami olyan plusz, ami miatt tudtam, hogy ezt én el akarom olvasni, tehát valószínűleg akkor is elolvastam volna, hogyha nem kapok belőle példányt, mert tetszett ez a ilyen fanfiction jellegű borító. Nagyon szépen meg van rajzolva, nagyon fantasy, nagyon jó néz ki, nagyon felkelti a figyelmet, és ez a teljesen azt éreztem, hogy ez valószínűleg hozzám és nekem szól. Elolvastam a könyvet, és így bennem volt, hogy azonnal olvasni akarom a folytatást. Ez egy tök jó könyv, tök jó meglátásokkal, tök jó meg van írva. Nem azt mondom, hogy 100%-os, meg nyilván vannak pici olyan döccenők benne, meg olyan dolgok benne, ami mondjuk lehet, hogy egy vérprofi író máshogy írna meg, de első regénynek az elveszett aranyváros keresése kurva jó. Egyrészt én nagyon hálás vagyok a párbeszédekre, itt nem fedeztem fel azt, hogy ezekkel probléma lenne. Ez nem is tudom mi a jó kifejezés, de ilyen high fantasy talán, tehát hogy ilyen jó értelembe vett kalandregények, talán inkább ez a jó szó, és bár a közhelyesnek mondható téma ez az aranyváros keresés, meg ilyesmi, ez ilyen, már valamikor ezt az ember így lehet, hogy félretolja, én meg így radarként keresem ezeket a könyveket, mert imádom ezeket a klasszikus kalandregényeket, kalandfilmeket, ilyeneket, és a könnyed téma ellenére, meg az, hogy semmiképpen nem szokványos ez a cucc, így tök jó beszippantott. Egyrészt rövid volt, ami nagy erény, hogy nem volt feleslegesen terjengős, hanem tényleg olvasatta magát, és gyorsan ment. Tudjátok, milyen volt? Ez most ugrott be, mint egy szerepjáték kaland, és ez nálam kurva nagy pozitívum. Így nem volt kérdés, hogy elolvasom a második kötetet, ami szintén tetszett, és tetszett, hogy ilyen flashbackkel ért véget az is, és tudtam, mert hogy nem vagyok benfentes. Reméltem, hogy lesz harmadik rész, és aztán jött a harmadik kötet, méghozzá nem született. És itt, ugye, mikor ezt láttam az írónál, hogy megjelenik, akkor tudtam, hogy ezt nekem el kell olvasnom. Hatodik haszakad, és nagyon kedves volt, mert annak ellenére, hogy már elképesztően régen vár erre a recenzióra, kaptam belőle, és így elolvashattam. A második résznél megindult kicsit sötétebb vonal, az itt is jelen van, és ugye kicsit a terjedelem is bővült, ha jól emlékszem. Igen, mert ez már 170 oldal felett van a korábbiak, ugye 160 körüli oldal számával. És nagyon működik. Tehát, hogy másabb, és láttam is, hogy valakinek nem is tetszik, hogy másabb jellegű lett, de nekem meg pont ez tetszik benne, hogy teljesen más, és mert egy kicsit új vizekre elvezni a író, éppen ezért hatalmas nagy pacsi jár neki. A második kötet, amiről beszélni szeretnék, az nem más, mint Dr. Jekyll Gabriella Utazása félelmeit körül című novellás kötete, ami nagyon érdekes, mert én ugyan Gabitól korábban nem olvastam semmit, de tudom, hogy voltak neki olyan könyvei, amik felkeltették a figyelmet, van egy titanikus regénye, írt már krimit, írt már fantasyt, ami igazán megfogott legutóbb, és ezt itt külön ajánlom még nektek, majd itt megkérem a Pingvint, hogy mutassa meg, ez a Streamerek a pátban című ifjúsági regény, amit azóta elolvastam már, és mondtam, hogy na, valahogy így kell ifjúsági regényt írni úgy, hogy ne az ifjúságról beszélj, hanem az ifjúságnak beszélj. Hatalmas nagy dolog, és az hatalmas nagy erény, innen is gratulálok az írónőnek. A horror novellás kötetéhez pedig csak annyit mondanék, hogy tökre megéri elolvasni, mert ugyan van benne olyan, ami kicsit ilyen stílusgyakorlatnak éreztem, és nem azt mondtam, hogy fú, ez a legerősebb horror novella, amit olvastam, de nem is akarok ilyen nagy szavakat használni, mert nem is ez a lényeg. Az a lényeg,
hogy Jekkel Gabriella szerintem sokkal több figyelmet érdemelne, mint amennyit kap. És itt kihangsúlyozom még egyszer, hogy olvassátok el bármelyik könyvét, valószínűleg azt, ami nektek stílusban leginkább közel áll. És itt azért nem akarom nagyon boncolgatni ezt a kötetet, ezt az utazás a félelmeit körült, csak annyit mondok rá, hogy egy horror novellás kötet, amit érdemes elolvasni, és a leírásban megtalálható linken meg is tudjátok rendelni, mert majd készülök egy halloweeni válogatás videóval, ahova kimondottan beszeretném ezt tenni. Úgyhogy egyelőre csak ennyit mondok rá, hogy egy nagyon jó horror novellás kötet, ami tök szórakoztató. Ami még utána jön, az egy Szollár Bence nevű fiatalember, az Emelet és más horror novellák című könyve. Itt kicsit bajba voltam, mert elolvastam egy szuszra, és elsőre nem szerettem. Aztán így bele-bele olvasgattam újra, és rájöttem, hogy vannak benne nagyon értékes részek, meg nagyon jó részek, meg jó gondolatok, de valami nem az, és nem jó, vagy jobban ki kellene bontani, vagy az ötleten többet kellene dolgozni. Ugyanakkor, meg vagy jó, vagy éppen elkezdek, hogy jó a felvetés, de nincs eléggé kibontva. Vannak benne érdekes ötletek, és azért szoktam ajánlani inkább, hogy olvassa el valaki, mert ha már mondjuk unja az őrkény egyperceseket, és szereti a horror novellákat, akkor nagyon nagyot nem tévedhet vele, és nem rossz könyv, és talán, hogyha sokan elolvassuk, és sokan reflektálunk az írónak bizonyos dolgokra, akkor lehet, hogy kinövi a logikátlanságokat, meg a hibákat, és egyre jobb műveket fog írni. Így én jelenleg azt mondom, hogy olvassátok el az Emeletet, és mondjátok el Bencének, hogy hogy lehetne jobb. De én most mindenképpen ajánlom ezt a könyvet, mert szerintem egy elolvasást abszolút megér. Aztán a harmadiknak egy olyan kötet, vagy a negyediknek, bocsánat, egy olyan kötet, ahol elgondolkodtam, hogy kapjon-e külön videót, de végül azért nem kap külön videót, mert bízom benne, hogy többetekhez el fog jutni. Ugyanis megjelent Vic Flames új könyve, vagy bocsánat, új könyvei, mert annyira termékeny Vic, ugye még tavalyi kötet, tavalyi év végén jelent meg, azt hiszem, de mostanra sikerült átrágnom magamat rajta, és van, amint többször is. Ugye egyrészt van a Mellőzöttek meséi, ami egy novella gyűjtemény, illetve, ha megfordítjuk, akkor ott a Rezet című regény, ami meg egy tök jó időhurkos sztori. Vikkel foglalkoztam már ezen a csatornán, meg még tudom, hogy fogok is foglalkozni a zenei munkássága miatt is. Többször is szeretném, hogyha előkerülne itt a neve, mert érdemes odafigyelni a fiatalemberre. Egyrészt azért, mert ugyan bár kiérezhetőek rajta a hatásai, meg kiérezhető rajta az, hogy hol mozog otthonosan, fejben, gondolatban, az USA-ban, stb. Itt most elhagyta a komfortzónáját rendesen. Eleve ez az időhurkos sztorival ezzel mindenképpen, amiről nehéz úgy beszélni, hogy ne legyen spoileres, ezzel a sztorit inkább nem mondanám, vagy hagyjuk inkább. Érdemes elolvasni egyrészt azért, mert nagyon baráti az ára a kötetnek, meg is mutatom, hogy 3990 forintért kapunk több novellát, illetve egy regényt is. Aki olvasta a Mocsár trilógiát, amivel ugye foglalkoztam már ezen a csatornán, az nem fogja megbánni, hogy elolvassa ezt is. Már csak azért sem, mert érezhető az, hogy Vic egyre jobb, és már a Mocsárnál is nagyon jó volt. Kíváncsi vagyok, hogy innen hova és hogyan tovább, mert azért itt most nagyon sok minden olyan feljött, vagy nagyon sok minden olyat megmutatott, amit korábban nem, és szerintem nagyon jól áll neki. Például van egy noir vonalas novella a gyűjteményben, azt én kifejezetten élveztem, függetlenül attól, hogy a sztori nem volt egyedi, viszont nem is volt erre ígéret, de a felvetések, a gondolatok, megvalósítás benne az egyedi volt, és én talán pont ezért szeretem az úriembernek a cuccait, és ezért mondom azt, hogy olvassatok Vic Flames-t, a Rezetet is érdemes elolvasni, a novellákat is érdemes elolvasni, ha mondjuk ismerkednétek vele, akkor talán a Mellőzöttek meséivel érdemes kezdeni a novellákkal. Ebben a videóban most ennyit szerettem volna elmondani, hamarosan jön egy folytatása ennek terveim szerint, és megismerhetetlek titeket még olyan írókkal, akikkel szerintem érdemes foglalkozni itthon, ugyanis elképesztően sok jó magyar könyv jelenik meg, és érdemes foglalkozni ezekkel, ez olyan, mint a magyar film, hogy ilyen kicsit ilyen kulturális misszióként téríteni foglak benneteket, hogy olvas hazait, hallgass hazait, nézz hazait, mert van mit végre, és ezt használjuk ki. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, lehet nyomni tetsziket, szuperköszit, feliratkozást kis csengőikonnal, mindegyik nagy segítség. Ha pedig szeretnéd támogatni a csatornát, hogy több ilyen videó készülhessen, lehet rendelni sapit, felvarrókat,
pólókat, adj egy ötös ricskesztet, ilyesmit. Minden ott van a leírásban, hogy hogy tudjátok ezt megtenni. Még egyszer köszönöm, hogy itt voltatok velem, sziasztok!